2015-ben elsőként a gépészmérnöki szakon indult el a duális képzés a Nyíregyházi Egyetemen. Azóta bővült a paletta, már 7 szakon oktatnak ebben a formában, és időközben a kooperatív képzést is bevezették. Nagy projektben kezdtünk már 2017-ben. Ekkor indult el az a 370 millió forintos program, amely a duális képzésbe bevont hallgatók számának növelését célozta. A járványhelyzet kezdetéig ez sikerült is, azóta egy kisebb visszaesés tapasztalható. Jelenleg 50-en vesznek részt benne. A projekt során számos dolog megvalósult az elmúlt években. A tananyagfejlesztésen túl számos akciót hajtottunk végre. Így például nyilván célunk volt a lemorzsolódás csökkentése, felzárkóztató kurzusokkal, a duális képzés népszerűsítése, beiskolázás előadásokkal, például pályaorientációs üzemlátogatásokkal, amikor a középiskoláskort meghívjuk a duális vállalati partnerekhez, bemutatjuk a céget, ha megtetszik neki, akkor nagyobb kedvel fog jelentkezni duális képzésre. Emellett számos konferenciát, szakmai konferenciát szerveztünk, ahol meghívtuk a vállalati partnereinket, kölcsönösen bemutatkoztunk, és kerestük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk a vállalatokkal való kapcsolatainkat is tovább erősíteni. Emellett eszköz és laborfejlesztés, valamint módszertani pedagógiai képzés is megvalósult az egyetemi és a vállalati oktatók körében. A cél az volt, hogy minél gyakorlatorientáltabbá váljon az oktatás, és a hallgatók vállalati környezetben szerezzenek tapasztalatot. A képzésbe pedig olyan ismereteket vigyenek be, amelyekkel a hallgatók még jobban megállják a helyüket a munkaerőpiacon, a végzés után teljes értékű szakemberként elhelyezkedve, lehetőleg a térségben. Utóbbihoz fontos, hogy a piaci igényeknek megfelelő képzések induljanak. Ha megfelelően reagál a piaci igényekre az egyetem, akkor ezek a fiatalok itt is maradnak a térségben, a megyében. Ez nagyon fontos törekvés a megyei önkormányzatnak a topos programokon keresztül is, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, de ehhez csatlakozva a Nyíregyházi Egyetemnek a törekvése, reméljük, hogy eredményre vezet, illetve biztos vagyok benne, hogy eredményre vezet a következő években, és ezek a képzett fiatalok itt maradnak a megyében. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a duális képzésben végzettek több mint 90%-a itt is marad a térségben. Az egyetem jelenleg 72 céggel működik együtt, elsősorban műszaki és agrár területen. Bár a program december végén lezárul, a felsőoktatási intézmény a folytatásban is nagy hangsúlyt fektet a duális oktatásra.